Ez egy kétórás világjárás, ahol megpróbálok nagyon sok optimizmust adni az embereknek, ugyanis minden felmérés szerint, na most egy szubjektív dolgot fogok mondani, szerintem a magyar a legtehetségesebb a világon, de az sajnos objektív, hogy az egyik legpesszimistább is. És én pedig egy olyan dolgot fogok mondani mindjárt a legelején, amikor majd felmegyek a színpadra, hogy 2 óra múlva, amikor ez a földkörüli utazás, mert ez egy földkörüli utazás véget ér, csak az tapsolhat, és ráadásul nem is engem, hanem saját magát, csak az tapsoljon, aki úgy érzi, hogy erősebben megy ki ebből a művelődési központból, mint ahogy megérkezik. Ide. És ez egy óriási vállalás. Gondold el, hogy azt fogom mondani, hogy kérem szépen ne tapsoljanak, ha nem érezték jól magukat, vagy nem érezték elég erősnek magukat, vagy erősödésnek. Úgyhogy ez egy optimista, vidám, boldog előadás, amely remélem, hogy nagyon sok tartalommal bír, és egy alapjában véve egy földkörüli utazás. A földkörüli utazás, ez konkrétan a föld körül kell elképzelni, tehát országról országra körbe megyünk, vagy pedig csak olyan elvont? Ez egy tematikailag felépített színházi előadás, amit fogsz látni, tehát egy nagyon spontánnak tűnő, de gyakorlatilag másodpercre, nem mondom, hogy megtervezett, mert minden közönség más és más, de ez egy színpadi produkció. Tehát ez egy nagyon nagy utazás, de igen, jól kérdezted, jó a kérdés, ez inkább egy szellemi utazás, mint gyakorlatilag melyik országból vagy melyik országban. Igen, sok országban fogunk megfordulni, igen, leszünk Észak-Koreában, igen, leszünk őrült diktatúrában, leszünk az északi sark alatti jégszigeten, de alapjában véve ez a saját korlátaink, lehetőségeink, szívünk és lelkünk körüli utazás. Miben látott te másképp a világot, mint itt általában az emberek? Én nem tudom, hogy másképp látom-e, de az én életfelfogásom lehet, hogy egy picit más. Nem azt mondom, hogy megszóltak, de sokan feltettek egy kérdést, hogyan vettem a bátorságot, hogy a fiaimmal együtt elmenjünk Haitibe. Meg hogy ők árvaházba dolgozzanak, meg elmentünk Sri Lankára, meg körbeutaztuk a földet Gambiától, Ázsián keresztül az Egyesült Államokig. És én azt mondom, hogy nekünk egy életünk van, nekem egy életem van, én mindent meg akarok kóstolni. Ez most vonatkozik kultúrára, nyelvre, népre, akár a helyi sörre is. Nyilván azt a gyerekeim nem, de én úgy gondolom, hogy sok mindent adhatok nekik. Vehetek nekik kocsit, lakást, vagy még egy órát is vehetek nekik, de azokat az élményeket, amit egy afrikai óvoda, amit egy amerikai iskola, amit egy haiti árvaház ad, azokat az élményeket és velük az irdatlan erős erőt, azt én úgy gondolom, hogy máshogy nem tudnák megkapni. Úgyhogy mivel én a világ több mint 120 országában voltam, lehet, hogy egy kicsit szélesebb a spektrum. Ennyi.